Török Kanizsa községben folyamatosan figyelik a pályázati lehetőségeket az illetékesek. Több pályázatuk is nyert a tartományi gazdasági titkárságnál. Erről a témáról tanácskozott Juhász Bálint tartományi gazdasági titkár helyettes a Török Kanizsai önkormányzat munkatársaival. Nagyon fontosnak tartjuk azt a gazdasági titkárságban, hogy a bánáti községek fejlesztésére külön figyelmet fordítsunk, és a Vajdasági Magyar Szövetség azért válasz szerepet a tartományi kormányba, ezt a gyakorlati szinten is meg tudjuk valósítani. A Tisza-Gyöngye Művelődési Egyesület székháza is nagy összegű támogatásban részesült az elmúlt időszakban. Már volt alkalmunk pályázatot nyerni ettől a titkárságtól, mégpedig a konyhai berendezésre, és újra pályáztunk a 2014-es év végén, ott pedig az Észak-Bánáti Néptánc találkozóra pályáztunk, és ott is sikerült 100 000 dinárt nyernünk. Tartományi támogatásból eddig 2 térfigyelő kamerát helyeztek el Török-Kanizsán. Ezzel a közbiztonság javulását szeretnék elérni.